Szigorítják az elektromos cigarettákra vonatkozó szabályokat. Interneten nem, csak a dohányboltokban lehet majd például e-cigit venni jövő nyártól, ha a parlament elfogadja az egészségügyi államtitkárság javaslatát. A tárca szerint kutatások bizonyítják, hogy az e-cigi párája tüdőbetegséget, a nikotin tartalma pedig szív- és érrendszeri megbetegedéseket okoz. Az egyik érdekvédelmi egyesület szerint több száz tanulmány igazolja, hogy az e-cigi kevésbé káros, mint a hagyományos cigaretta. Egy ebéd után, egy kávé után azért cigaretta mindig kellett, az élet természetes része volt. Egy kellemes élvezet lett. Eddig hallottatok, nem az ilyen hangom volt. Azt meséli ez a férfi, hogy hogyan szokott rá a dohányzásra, és az milyen súlyos megbetegedést okozott nála. A videót és még két másik hasonlót a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet készítette, hogy a Ne gyújts rá világnap alkalmából felhívja a figyelmet a dohányzás káros hatásaira. Nem az a célunk, hogy ijesztegessük az embereket, csak szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy mindig minden velünk is megtörténhet. Nem vagyunk kivételek. Minden rizikó és minden kockázat ránk ugyanúgy hat. Nem segít a leszokásban, arra segít, hogy átszokjunk egy másik addiktív szerre. Az egészségügyért felelős helyettes államtitkár szerint nem csak a hagyományos, hanem az e-cigaretták is károsak. Mint mondja, több kutatás is bizonyítja, hogy az e-cigi kifújt párája hosszú távon tüdőbetegséget okoz, a nikotin tartalma pedig komoly szív- és érrendszeri megbetegedéshez, ezáltal szívinfarktushoz vagy sztrókhoz vezet. Ezért a kormány jövő nyártól szigorítaná az elektronikus cigaretta használatát és forgalmazását. Kapható lesz, tehát aki ezen eszközt ennek ellenére használni kívánja a hozzáférést, azt természetesen nem szüntetjük meg, korlátok közé szorítjuk, hogy a 18 év alatt ne férhessenek hozzá, így az interneten keresztül forgalmazást azt a jogszabály betiltja, illetve a nemzeti dohányboltokba rendeli. Én 4 éve nem dohányzom, és ezt ennek a terméknek köszönhetem. Az egyik e-cigarettás érdekvédelmi egyesület szóvivője azt mondja, az e-cigi segít a leszokásban. A kormány által emlegetett kutatások pedig szerinte nem hitelesek. Vagy csúsztatások vannak benne, vagy arányhamisítások, vagy eltúlozzák valamely anyagok jelenlétének a fontosságát, vagy egyes esetekben konkrét hazugságok vannak benne sajnálatos módon. És igazából ez, ahogy a médiában ez folyik most már lassan hetek óta, ez a közvélemény teljesen egyoldalú félretájékoztatása. Különböző ízek, fémvázak és árak. Nagy a választék ebben a boltban. A cégvezetője azt mondja, ha a jövőben csak a trafikokban lehet majd megvenni az e-cigiket, akkor félő, hogy a vevők nem kapnak majd megfelelő segítséget a vásárláshoz. Azok a szakboltok, ahol szakértelem van, ahol biztonságos információkat tudnak adni a felhasználók az elektromos cigarettázásról, ezeknek a szakboltoknak sajnos be kell zárniuk. Ha a parlament megszavazza a szigorítást, akkor jövő nyártól az e-cigit szívni is csak ott lehet majd, ahol a rendes cigarettát.